A koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások minden apró segítségnek vagy könnyítésnek örülnek. Ebben teljes a szakmai és politikai konszenzus. Hogy kinek miképpen kellene segíteni, az már vita tárgya. Parag Lászlótól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől kérdezték azt egy vasárnap este sugárzott tévéinterjúban, hogy nem merült-e fel az éves kamarai regisztrációs díj elengedése a bajba jutott vállalkozásoknak. Nincsen kötelező kamarai tagság, egy 5000 forintos regisztrációs díj van, ami, ha belegondolunk, egy olyan kicsi összeg, ami egy vállalkozás tekintetében, ha valaki nem tud egy év alatt 5000 forintot kifizetni, akkor ne menjen el vállalkozni. Ne Parag László döntse el Magyarországon, mert ki vállalkozik, és ki nem. Így reagált a DK gazdasági szakértője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének volt főtitkára. A párt már korábban is azt kérte a kamarától, hogy a veszélyhelyzet alatt engedjék el a regisztrációs díjat. A kamara tevőlegesen segítsen a vállalkozásokon. Nem az 5000 forintos nagyságrendről van szó, hanem egy jelképről van szó. Arról van szó, hogy a kamara még ennyit sem hajlandó segíteni a vállalkozáson, hogy elengedje ezt az 5000 forintos regisztrációs díjat. Parag László híradónak azt mondta, úgy érzi, hogy az interjúban kifejtett teljes gondolatmenetét nem ismerhette meg a nyilvánosság. Szerinte a kamara a veszélyhelyzet alatt számos, a vállalkozások terheit csökkentő intézkedésért tudott sikeresen lobbizni a kormánynál. Szerintem csak tavaly legalább 500 milliárdot kialkuttunk a gazdaság számára ezeken a területeken. Ehhez viszont a kamarát fent kell tartani, ehhez bért kell fizetni, ehhez működni kell, és én azt gondolom, hogy 5000 forint egy vállalkozás számára egy esztendő alatt nem lehet akkora tétel, ami nem kigazdálkodható. Parag László szavain sokan felháborodtak, ám azt mondja, senkit nem akart megsérteni. Mit üzenne azoknak a vállalkozásoknak, akik látták ezt a tegnapi interjút, és ezt az egy mondatot látták belőle, és most többen közülük felháborodtak? Hát én tőlük elnézést kérek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a veszélyhelyzet idején sem tavaly, sem idén nem kezdte el behajtatni az elmaradt regisztrációs díjakat, ám azokat a járvány elmúltával be kell majd fizetniük a vállalkozóknak.